Jubileumok könyve 41. fejezet És a 45. jubileumban, a második évhét második évében Júda feleséget szerzett első szülöttének, Hérnek, Arám leányai közül támárt. De Hér gyűlölte és nem hált együtt vele, mert annak anyja Kánán leányai közül volt, Hér pedig anyjának rokonságából szeretett volna feleséget venni, de Júda atya nem engedte neki. És ez a hér Júda elsőszülötte gonosz volt, és Jahua levágta őt. És Júda mondá Onánnak, a hér testvérének, menj be a testvéred feleségéhez, és végezd el a fér testvérének kötelességét, és támasz magot testvérednek. És Onán tudta, hogy a mag nem lenne az övé, hanem egyedül a testvéréé, és bement testvére feleségének házába, és a földre ontotta ki a magot, és gonosz volt Jahua szemében, és levágta őt és mondta Júda támának menyének, maradj a te atyád házában özvegyként, amíg sél a fiam felnő, és ne kiadlak majd téged feleségül. És felnőtt, de Júda felesége, Becsuál nem engedte fiának sélának, hogy házasodjon. És meghalt Becsuál Júda felesége ennek az évhétnek az ötödik évében. És a hatodik évben Júda felment Timnába, hogy megnyírja a juhait. És mondták Támának, íme apósod felment timnába juhainak nyírására. Erre ő levette az özvegyi ruhát, felvette egy fájtlat, kidíszítette magát, és leült a timnába vezető út kapujába. És ahogy Júda arra ment, rátalált, és azt hitte, hogy szajha, és mondá neki, hadd jöjjek be hozzád, és felele neki, gyere be, és bement. És Támár mondá neki, add meg a bérem, és felele neki. Nincs kéznél semmim, csak a gyűrűm, az ujjamon, a nyakláncom és a pálcám, ami a kezemben van. És támár mondá neki, add ezeket nekem, amíg elküldött béremet és felele neki. El fogok neked küldeni egy kecskegidát. És odaadta neki azokat, és támár teherbe esett tőle. És Júda elment Juhaihoz, támár pedig elment atya házához. És Júda elküldött egy kecskegidát a pásztora keze által, egy adullámbeli által, aki nem találta támát, és megkérdezte a helyi embereket mondván, hol van a szajha, aki itt volt? És mondták neki, nincsen itt szajha, mi nálunk. És visszatért, értesítette, és mondá neki, hogy nem találta meg. Megkérdeztem a helyi embereket, és mondták nekem, itt nincs szajha. És felele, hadd tartsa meg őket, nehogy gúnyolódás tárgya legyünk. És amikor Támár kitöltött három hónapot, megmutatkozott, hogy állapotos, és elmondták Júdának mondván, íme Támár a temenyed állapotos szajhákodás által. És Juda elment Támár atyának házához, és mondának annak atyának és annak testvéreinek, hozzátok elő, és égessétek meg, mert tisztátlanságot cselekedett Izraelben. És történt, hogy mikor előhozták megégetni, elküldte apósának a gyűrűt, a nyakláncot és a pálcát mondván, állapítsd meg ki ezek, mert általa vagyok állapotos. És Júda elismerte és mondta, támár már igazabb nálam. Így tehát ne égessék meg őt, és ennek okáért nem lett sélához adva, és Júda többé nem közelített hozzá. És ezután támár két fiút szült, Pérecet és Zérákot, ennek a második évhétnek a hetedik évében és így fejeződött be a termékenység hét éve, amelyről József beszélt Fáraónak. És Júda beismerte, hogy a cselekedet, amit tett, gonosz volt, mert együtt hát mennyével és gyűlöletesnek talált a szemeiben, és beismerte, hogy bűnt követett el, és tév úton járt, mert felfedte fiának alsó ruháját, és siránkozni kezdett, és esedezett Jahua előtt bűne miatt. És elmondtuk neki egy álomban, hogy meg lesz bocsátva neki, mert komolyan esedezett és siránkozott, és többé nem követte el azt. És megbocsátást kapott, már elfordult bűnétől és tudatlanságától, mert nagyot vétkezett a mi elohímünk előtt, és mindenki, aki így cselekszik, mindaz, aki mennyével együtt hál, égettessék meg tűzzel, hogy elégjen abban, mert tisztátalanság és szenny van az ilyeneken, tűzzel égessék meg őket. És parancsold meg Izrael gyermekeinek, hogy ne legyen tisztátalanság közöttük, mert mindenki, aki menyével vagy az anyósával hál együtt, tisztátalanságot cselekszik, tűzzel égessék meg az embert, aki feküdt vele, és hasonlóképpen az asszonyt, és ő elfordítja a haragot és a büntetést Izraeltől. És Judának elmondtuk, hogy két fia nem hát együtt támárral, és ennek okáért magja egy második nemzedékben is biztosítva van, és nem lesz kiírtva mert a tekintet egyenességében járt és kereste a büntetést, mégpedig Ábrahám ítélete szerint, amit az megparancsolt fiainak, ezért akarta Júda megégetni támárt tűzzel. 42. fejezet és a 45. jubileum harmadik évhetének első évében elérkezett az éjénység a vidékre, és egyáltalán nem adatott eső a földre és a föld kopárá vált, de Egyiptom földjén volt élelem, mert József összegyűjtötte a föld magját a bőség hét esztendejében, és megőrizte azt. És az egyiptomiak eljöttek Józsefhez, hogy adjon nekik élelmet, és kinyitotta a tárházakat, ahol az első év gabonája volt, és eladta azt a föld népeinek aranyért. És Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van élelem, és elküldte tíz fiát, hogy élelmet szerezzenek neki Egyiptomban, de mint nem küldte el, és megérkeztek a fiai azok között, akik oda mentek. És József felismerte őket, de ők nem ismerték fel őt, és beszélt velük, és kikérdezte őket, és mondá nekik, nem, de kémek vagytok, és azért jöttetek, hogy felderítsétek, merről lehet a vidéket megközelíteni. És őrizet alá helyezte őket. És ezután ismét szabadon eresztette őket, és egyedül Simeon tartotta vissza, és elküldte kilenc testvérét, és megtöltötte a zsákjaikat gabonával, és az aranyukat a zsákjaikba rakta, és ők nem tudtak róla. És megparancsolta nekik, hogy hozzák el a fiatalabb testvérüket, mert elmondták neki, hogy atyuk és a fiatalabb testvérük él. És felmentek Egyiptom földjéről, és megjöttek Kánaán földjére, és elmondtak atyuknak mindent, ami velük történt, hogy milyen gorombán beszélt annak az országnak ura velük, és hogy ott fogta Simeont, amíg ők Benyámint oda nem viszik. És Jákob felele, megfosztotok a gyermekeimtől, József nincs, Simeon nincs, és most elfogjátok vinni Benyámint. Rám jön a ti És mondá, a fiam nem fog veletek menni. Nehogy esetleg betegségbe essen, mert az anyja két fiúnak adott életet, de egy elpusztult, és ti ezt az egyet is elvennétek tőlem ha véletlenül lázas lesz az úton, azzal megkeserítenétek öregkoromat a halálig. Mert látta, hogy visszakerült a pénz mindenkihez annak zsákjába, és ennek okáért félt elküldeni őt. És az énség növekedett és fájdalmassá vált Kánaán földjén, és minden földön kivéve Egyiptom földjén, mert az egyiptomiak közül Sokan magot halmoztak fel élelemnek abból az időből, amikor látták Józsefet összegyűjteni a magokat, és tárházakba rakni, és megőrizni azokat az éjénység éveire. És Egyiptom népe ellátta magát élelemmel az énségük első éve alatt. De mikor Izrael látta, hogy az énség nagyon fájdalmas volt a földön, és hogy nincs enyhülés, mondá fiainak, menjetek ismét és szerezzetek be élelmet nekünk, hogy meg ne halljunk és felelének. Nem megyünk, ha csak nem jön fiatalabb testvérünk velünk, nem megyünk. És Izrael látta, hogy ha nem küldi velük, mindannyian elpusztulnak az éjénség okán. És Rúben mondá, add őt kezembe, és ha nem hozom vissza neked, vág le két fiamat lelke helyett. És felele neki, ne veled. És Júda odalépett és mondá, küld el velem, és ha nem hozom vissza, hadd hordozzam én a felelősséget előtted az életem minden napján és Jákob végül elküldte velük ennek az évhétnek a második évében, a hónap első napján, és megérkeztek Egyiptomba mindazokkal, akik oda mentek, és ajándékok voltak a kezeikben, mirha és mandulák, és terpentindiók és tiszta méz. És mentek, és József felé álltak, és látta Benjamin testvérét, és felismerte, és mondá nekik, ez a legifjabb testvéretek, és felelének ő az és mondá, jahua legyen kegyelmes hozzád fiam. És beküldte házába, és előhozta Simeont nekik, és lakomát készített nekik, és átadták neki az ajándékokat, amik kezeikben hoztak. És ettek előtte és mindannyiuknak adott egy-egy adagot, de Benjamin része hétszer nagyobb volt, mint bármelyiküké. És ettek és ittak, azután felkeltek és szamaraikkal maradtak és József kieszelt egy tervet, amiből megismerheti a gondolkodásukat, hogy vajon a béke gondolatai uralkodnak-e közöttük, és mondd el aki a háza fölött volt. Töltsd meg a zsákjaikat élelemmel, és juttasd vissza nekik a pénzüket az edényeikbe. És a kejhemet, az ezüst kelyhemet, amiből iszom, ragda a legfiatalabb zsákjába, és küld el őket. 43. fejezet és úgy tette, hogy József mondta neki, és megtöltötte zsákjukat élelemmel, és a pénzüket visszarakta a zsákjukba, és a kejhet Benjamin zsákjába rakta. És kora elindultak, és az történt, hogy amikor eljöttek onnét, József így szólt a háza gondnokához. Kövesd őket, fuss és fogd meg őket, mondván, jóért rosszan fizettetek nekem. Elloptátok tőlem az ezüst kejhet, amiből az uram iszik és hozd vissza hozzám a legfiatalabb testvérüket, és hozd el gyorsan, mielőtt kimegyek ítélő székembe. És utánuk futott, és ezeknek a beszédeknek megfelelően szólt velük. És felelének neki, Elohim, őriz, hogy szolgáid ezt cselekedjék, és lopjanak urat házából bármi eszközt, hiszen a pénz, amit a zsákjainkban találtunk első alkalommal, mi a te szolgáid azt is visszahoztuk Kánoán földjéről. Akkor hogyan lopnánk bármi eszközt? Íme itt vagyunk, hát, és zsákjaink is. Keresés, ha megtalálod a kejhet bárkinek a zsákjában közülünk, legyen az levágva, és mi és szamaraink szolgálni fogunk a te uradnak. És felele nekik: Nem úgy, hanem az embert, akinél megtalálom, csak őt viszem el szolgaként, és ti visszatérhettek békében a ti házatokba. És ahogy keresett az edényeikben, a legidősebbel kezdve és a legfiatalabbba végezve, megtalálta azt Bennyámén zsákjában és meghasogatták köntöseiket. Felmálházták a szamaraikat, és visszatértek a városba, és József házához mentek, és mindannyian meghajtották magukat arcukkal a föld felé előtte. És József mondá nekik, gonosz cselekedtetek, és felelének, mit mondhatnánk, és hogyan védhetnénk magunkat. A mi urunk felfedezte szolgái védkét, íme urunk szolgái vagyunk, és szamaraink is és József mondá nekik, Én is félem Jahuát, ami titeket illet, menjetek otthonaitokba, és legyen a testvéretek szolgám, mert gonosz cselekedtetek. Nem tudjátok, hogy a férfi örvendezik kelyhének, ahogy én is tettem ezzel a kehelyjel. És mégis elloptátok tőlem. És Júda mondá, Ó, uram, könyörgök neked, enged, hogy szolgád szólhasson egy szót az én uram fülébe. A te szolgád anyja két testvért szült, atyánknak. Egy elment, elveszett, és nem került elő. És egyedül ez maradt meg az anyjától, és szolgád a mi atyánk szereti őt, és élete hozzá van kötődve ennek a fiúnak az életéhez. És az fog történni, hogy mikor elmegyünk szolgádhoz, atyánkhoz, és a fiú nincs velünk, meg fog halni, és a bánat által atyánknak halálát fogjuk okozni. Most tehát hadd maradjak én a te szolgád itt a fiú helyett kezesként az én uramnak, és hadd menjen ez a fiú a testvéreivel, mert biztosíték lettem érte szolgádnál, a mi atyánknál. És ha nem hozom vissza őt, a te szolgád lesz a felelős atyánk előtt mindörökre. És József látta, hogy összhangban vannak egymással a jóságban, és nem tudta megtartóztatni magát, és elmondta nekik, hogy ő József és héber nyelven beszélt velük, és a nyakukra borult és zokogott. De nem ismerték fel, és zokogni kezdtek. És monddál nekik, ne sírjatok miattam, hanem siessetek, és hozzátok atyámat ide, és láthatjátok, hogy az én szájam szól, és a testvérem bennyámin szemei látnak. Mert ímé, ez az éjénség második éve, és még öt év van hátra szüret, vagy a fák gyümölcse, vagy szántás nélkül gyertek le gyorsan, ti és a ti ház népetek, hogy ne veszetek el az éjénységben, és ne szomorkodjatok a ti javaitok felől, mert Jahua küldött engem előttetek, hogy elrendezzem a dolgokat, hogy sok ember élhessen. És mondjátok el atyámnak, hogy még mindig élek, és ti íme láthatjátok, hogy Jahua olyanná tett, mint Fáraó atya és háza fölött az egész Egyiptom földje fölött uralkodóvá tett. És mondjátok el atyámnak az egész dicsőségemet, és minden gazdagságomat és dicsőségemet, amit Jahua adott nekem. És Fáraó szájának parancsa által a szekereket, és ellátást adott nekik az útra, és mindannyiuknak sokszínű ruházatot és ezüstöt adott. És atyuknak ruházatot és ezüstöt, és tíz szamarat küldött, amik gabonát hordoztak, és útnak indította őket. És felmentek, és elmondták atyuknak, hogy József életben van, és gabonát mér ki a föld minden nemzetének, és hogy uralkodó Egyiptom minden földje felett. És atyuk nem hitte el, mert magán kívül volt elméjében, de mikor látta a szekereket, amiket József küldött, szellemének élete megújult és mondá, elég nekem, ha József él, lemegyek és meglátogatom, mielőtt meghalok. 44. fejezet És Izrael útnak indult hárámból, a házából a harmadik hónap új és a fogadalom kútjának útján ment, és áldozatot mutatott be atya Izsák Elohimjának ennek a hónapnak a hetedikén. És Jákob megemlékezett az álomról, amit Bételben látott, és félt lemenni Egyiptomba. És mi alatt azon gondolkodott, hogy üzen Józsefnek, hogy jöjjön el hozzá, és hogy nem megy le, ott maradt hét napig, hát ha esetleg látomást látna arról, hogy vajon maradjon-e, vagy menjen le. És megünnepelte az első gyümölcsök aratási ünnepét régi gabonával, mert Kánoán egész földjén nem volt egy maroknyi mag sem, mert énség volt minden vadon, barmon, madáron és minden emberen is. És 16-án megjelent neki és mondá, Jákob, Jákob, és ő felele, itt vagyok és mondá neki, Én vagyok atyáid hatalmassága, Ábrahámnak és Izsáknak Elohímja. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy nemzetté teszlek. Lemegyek veled, és ismét felhozlak majd, és ezen a földön leszel eltemetve, és József fogja lezárni szemeidet. Ne félj, menj le Egyiptomba. És a fiai felkeltek, és a fiainak fiai, és szekerekre rakták atyukat és vagyonukat és elindult Izrael a fogadalom kútjától ennek a harmadik hónapnak a tizenhatodik napján, és elment Egyiptom földjére. És Izrael előre küldte Júdát fiához, Józsefhez, hogy megvizsgálja Gósen földjét, mert József azt mondta testvéreinek, hogy jöjjenek és lakozzanak ott, hogy közel lehessenek hozzá. És ez volt a legszebb föld Egyiptom földjén, és közel volt Józsefhez elegendő mindannyiuknak és a barmoknak is. És ezek Jákob fiainak nevei, akik lementek Egyiptomba Jákobbal, atyukkal. Rúben, Izrael első szülöttje. És ezek az ő fiainak nevei. Énok és Pallu, és Kecrón és Kármi. Öt. Simeon és fiai, és ezek a fiainak nevei. Jemuel, Jámin, Ohad, Jákin, Cohár és Saul, a Zefateus asszonynak fia. 7. Lévi és fiai, és ezek a fiainak nevei. Gerson, Kehát, Mérári. 4. Júda és fiai, és ezek a fiainak nevei. Séla és Pérec és Zerák. 4. Iszakár és fiai, és ezek az ő fiainak nevei. Tóla, Púva, Jób, és 5. Zebulon és fiai, és ezek a fiainak nevei. Sered, Élon, Jákléál. 4. És ezek Jákobnak fiai, és fiaik, akiket leaszült Jákobnak mezopotámiában. 6. És egy lánytestvérük Dina, és minden lélek le a gyermekei közül és fiaik, akik Egyiptomba mentek atyukkal, Jákobbal összesen 29-en voltak, és mivel atyuk Jákob velük volt, így voltak harmincan. És le a szolgálójának Jákob feleségének Zilpának fiai, aki szülte Gádot és Ásert. És ezek a fiainak nevei, akik Egyiptomba mentek vele. Gád fiai. Cifjon, Kaggi, Súni, Eczpon, Héri, Aródi és Aráéli. 8. És Ásár fiai, Jimná, Jisvá, Jisvi, Beria és Szerák, az ő húguk. 6. Az összes lélek 14 volt, és Leáival együtt 44. És rá kellnek Jákob feleségének fiai, József és Benyámin, és született Józsefnek Egyiptomban Efraim és Manassé, mielőtt az atya eljött Egyiptomba, akiket Asenát, Potifának, Héliopolis papjának lánya szült neki. Három. És Benyámin fiai, Bela, Beker, Asbel, Géra, Nahamán, Eki, Rós, Mupim, Kupim és Ard. 11. És rá minden lelkei tizennégyen voltak és Bilhának Rákász szolgálójának Jákob feleségének fiai, akiket Jákobnak szült, Dán és Naftali. És ezek a fiaik nevei, akik lementek velük Egyiptomba. És Dán fiai, Kusim, Sámon, Asudi, Ajaka és Csalomon, hat. És meghaltak abban az évben, amikor bementek Egyiptomba, és csak Kusim maradt meg Dánnak egyedül. És ezek Naftali fiainak nevei, Jakcejel, Guni, Jécer, Sillém és Ív. És Ív, aki az énség évei után született, meghalt Egyiptomban. És Rákhel minden lelkei 26 voltak. És Jákob minden lelke, akik Egyiptomba mentek, 70 lélek volt. Ezek gyermekei és a gyermekeinek gyermekei összesen 70-en, de öt meghalt. Egyiptomban József előtt, és nem volt gyermekük. És Kánoán földjén Júda két fia meghalt, Hér és Onán, és nem volt gyermekük, és Izrael gyermekei eltemették azokat, akik elvesztek, és ők a hetven idegen nép közé voltak számítva. 45. fejezet És Izrael bement Egyiptom országába, Gósem földjére, a 45. jubileum harmadik évhetének második évében, a hónap negyedik új újholdján. És József apja Jákob elé ment, hogy találkozzon vele Gósem földjén, és atya nyakába borult és sírt. És mondta Józsefnek Izrael, most már meghallhatok, mivel láthattalak, és most legyen áldott Izrael Elohimja, Ábrahámnak és Izsáknak hatalmassága, aki nem tartotta vissza kegyelmét és jóságát szolgájától Jákobtól az nekem elég, hogy láthattam arcod, amíg élek. Igen, igaz volt a látás, amelyet Bételnél láttam. Áldott legyen Jahua, az én Elohimom örökkön örökké, és legyen áldott az ő neve. És József és testvérei kenyeret ettek, és bort ittak atyjuk előtt. És Jákob felette igen örvendezett, mert látta Józsefet enni testvéreivel, és inni előtte. És áldotta minden dolgok teremtőjét, aki megőrizte őt, és megmaradt neki mind a tizenkét fia. És József ajándékba adta atyának és testvéreinek annak jogát, hogy Gósem földjén, és Ramszeszban lakjanak, és azok körüli területeken, amelyet uralt a fáraó előtt. És Izrael és fiai letelepedtek Gósem földjén Egyiptom legjobb részén, és Izrael 130 éves volt, amikor bement Egyiptomba. És József ellátta táplálékkal atyát és fitestvéreit, és bőségesen elegendő kenyerük volt az éjénség hét esztendejére. És Egyiptom földje szenvedett az éjénség miatt, és József megszerezte Egyiptom egész földjét fáraónak élelméért cserébe, és birtokolta az embereket, a barmaikat és mindenüket fáraó számára és az énség évei befejeződtek, és József magot és élelmet adott a földön levő embereknek, hogy bevessék a földet a nyolcadik évben, mert a folyó kiáradt Egyiptom egész földjén. Mert az énség hét évében nem áradt meg, és csak a folyó partjain néhány helyen öntözött. De most kiáradt, és az egyiptomiak bevetették a földet, és sok gabonát hozott abban az évben és ez a 45. jubileum negyedik évhetének első éve volt. És József elvette az aratás gabonájából az ötöd részt a királynak, és négy részt hagyott nekik élelemként és makként, és József rendeletté tette az Egyiptom egész földjének minden mai napig. És Izrael 17 évet élt Egyiptom földjén, és az összes idő, amit megélt, három jubileum volt, 147 év, és meghalt a 45. jubileum 5. évhetének 4. évében. És Izrael megáldotta fiait, mielőtt meghalt, és elmondott nekik mindent, ami történik majd velük Egyiptom földjén, és megismertette velük, mi fog elkövetkezni rájuk az utolsó napokban, és megáldotta őket, és Józsefnek két részt adott a földön. És elaludt atyáival, és a kettős barlangban lett eltemetve Kánoán földjén, Ábrahámhoz, atyához közel, a sírba, amit magának ásott a kettős barlangban, Hebron földjén. És minden könyvét és atyának könyvét Lévinek adta, hogy megőrizze azokat, és ismételje azokat gyermekeinek minden mai napig. Jubileumok könyve, 46. fejezet és történt azután, hogy Jákob elhunyt, hogy Izrael gyermekei megsokasodtak Egyiptom földjén, és nagy nemzetté lettek. És a szívükben egyetértésben voltak, úgy, hogy a testvér szerette a testvért, és minden ember segítette a testvérét, és növekedtek bőségesen, és felette igen megszaporodtak tíz év hét alatt. József életének minden napjában. És nem volt sem hasatán, sem semmi gonosz József életének minden napjában, amit élt az ő apja Jákob után, mert minden egyiptomi tisztelte Izrael gyermekeit József életének minden napjában. És József meghalt 110 éves korában, 17 évig élt Kánaán földjén, és 10 évig volt szolga, és 3 évig volt börtönben, és 80 évig volt a király alatt, uralkodván Egyiptom egész földjén és meghalt, és minden testvére, mindaz a generáció. És megparancsolta Izrael fiainak, mielőtt meghalt, hogy vigyék magukkal a csontjait, amikor kimennek Egyiptom földjéről. És megeskedte őket a csontjai felől, mert tudta, hogy az egyiptomiak nem vinnék ki, és nem temetnék el csontjait Kánaán földjébe mert Makamaron Kánaán királya, amíg Asszíria földjén tartózkodott, megharcolt a völgyben Egyiptom királyával, és levágta őt ott, és üldözte az egyiptomiakat Ermon kapujáig. De nem tudott belépni, mert egy másik, egy új király támadt Egyiptomban, aki erősebb volt nála, ezért visszatért Kánaán földjére, és Egyiptom kapui bezárultak, és senki sem ment ki, sem nem jött be Egyiptomba és József meghalt a 46. jubileumban, a 6. évhét második évében, és Egyiptom földjén temették el, és minden testvére is meghalt utána. És kiment Egyiptom királya, hogy háborúzzon Kánán királyával a 47. jubileumban, a második évhét második évében, és Izráfiai kivitték Jákob gyermekeinek minden csontjait, kivéve József csontjait, és eltemették azokat a kettős barlang mezején a hegyen és a legtöbbje közülük visszatért Egyiptomba, de néhányan maradtak Hebron hegyeiben, és Amram atyátok velük maradt. És Kánaán királya győzedelmeskedett Egyiptom királya felett, és Egyiptom bezárta kapuit. És egy gonosz eszköz tervezett Izrael gyermekeinek nyomorgatására, és így szólt Egyiptom népéhez. Íme Izrael fiainak népe felette megnövekedett, és megsokasodott jobban, mint mi. Gyerünk, bánjunk okosan velük, mielőtt túl nagyjá válnak és szorongassuk őket rabszolgasággal, mielőtt háború lenne rajtunk, és mielőtt ők is harcolnának ellenünk. Különben csatlakoznak ellenségeinkhez, és azok kiviszik őket földünkről, mert szívük és arcuk Kánaán földje felé irányul. És munkafelügyelőket helyeztek föléjük, hogy nyomorgassák őket, mint rabszolgákat, és erős városokat építettek a fáraónak. Pitomot és Rámszest, és minden falakat és erődítményeket, amelyek Egyiptom városaiban találtatnak. És szigorúan dolgoztatták őket, és minél gonoszabban bántak velük, annál inkább növekedtek és sokasodtak. És Egyiptom népe gyűlölte Izrael fiait. 47. fejezet. És a 47. jubileum 7. évhetének 7. évében atyát kiment Kánaán földjéről, és te megszülettél a 4. évhét 6. évében. A 48. jubileumban. Ez volt a megpróbáltatás ideje Izrael gyermekein. És Fáraó Egyiptom királya kiadott egy parancsot rájuk nézve, hogy dobjanak minden fiú gyermeket, aki született a folyóba. És behajították őket hét hónapon keresztül, egész addig a napig is, amelyen születtél. És anyád három hónapig rejtegetett téged, és beszélni kezdtek felőle. És egy bárkát készített neked, szurokkal és aszfaltal borította be, és a folyópartján a sás közé tette azt, és hét napon át abban helyezett el téged, és éjszaka eljött anyád és szoptatott téged, és nappal Miriam, a nővéred örzött téged a madaraktól. És azokban a napokban tármut fáraó leánya eljött, hogy megfürödjön a folyóban, és meghallotta, ahogy sírsz, és szólt a szolgálóinak, hogy hozzanak elő téged, és azok hozzávittek téged, és kivett téged a bárkából, és megszánt téged. És testvéred mondá neki, elmenjek -e és hívjak neked egy héber asszonyt, hogy gondozza és szoptassa a csecsemőt neked. És felelte, menj, és elment és hívta, Jókébedet anyádat, és a Fáraó lánya bért adott neki, és gondozott téged. És azután, mikor felnőttél, elvittek téged Fáraó lányához, és fia lettél, és Amráma te atyád írást tanított neked, és miután kitöltöttél három hetet, elvittek téged a királyi udvarba és három év hétig voltál a palotában addig az időig, amikor kimentél a palotából és megláttál egy egyiptomit megütni fele barátodat, aki Izrael gyermekei közül volt, és levágtad az egyiptomit, és elrejtetted a homokban. És ezután a második napon ketten Izrael gyermekeiből küzdöttek, és mondád annak, aki a rosszat cselekedte, miért ütött testvéredet? És az dühös és felháborodott volt, és mondá, kitett téged fejedelemmé és bíróvá felettünk, arra gondolsz, hogy megölsz engem is, ahogy megöltett tegnap az egyiptomit? És megijedtél és elmenekültél ezen szavak miatt. 48. fejezet A 49. jubileum harmadik évhetének hatodik évében indultál Midian földjére lakni. Öt év hétig és egy évig. Majd visszatértél Egyiptomba az 50. jubileum második hetének második évében. És magad is tudod, amit ő mondott neked a Sínai hegyen, és hogy masszéma fejedelem mit akart tenni veled, amikor visszatértél Egyiptomba. Vajon nem azon volt a -e minden erejével, hogy megöljön téged, és hogy kimentse az egyiptomiakat a tekezetből, amikor látta, hogy egyiptomi ítélete és büntetése végrehajtására vagy elküldve. És kiragadtalak kezéből, és végrehajtottad a jeleket és csodákat, amelyek miatt elküldtelek Egyiptomba a fáraó ellen, és egész háza ellen, és szolgái és népe ellen. És Jahua végrehajtatta nagy bosszúját rajtuk Izrael miatt, és megverte őket vér és békák csapásán keresztül, tetvekkel és döglegyekkel, rosszindulatú kelésekkel, ragyákkal, és marháikat halál által, és jégeső által mindent elpusztított, ami nekik termett és a sáskák felfalták a maradékot, amely a jégeső után megmaradt, és sötétség által és halál által az emberek és állatok első szülöttjeit, és minden bálványukon bosszút állt, és elégette azokat tűzzel. És minden kezed által volt elküldve, hogy kijelentsd ezeket a dolgokat, mielőtt meglennének, és te beszéltél Egyiptom királyával minden szolgái és nép előtt. és minden szavait szerint történt. Tíz nagy és rettenetes ítélet jött Egyiptom földjére, hogy végrehajtsd a bosszút azon Izraelért. És Jahua mindezt Izrael kedvéért cselekedte, és szövetségért, amelyet megkötött Ábrahámmal, hogy bosszút álljon, amiért erőszakkal rabszolgáikká tették őket. És masztéma fejedelem felkelt ellened, és arra törekedett, hogy a fáraó kezére adjon, és segített az egyiptomi mágusoknak, varázslóknak, és azok felkeltek, és előtt hozták a gonoszságokat, amiket megengedtünk nekik. De azt nem engedtük meg nekik, hogy a gyógyítás is a kezeik által történjen. Jahua megverte őket rossz indulatú fekélyekkel, és nem voltak képesek megállni, mert tönkretettük őket úgy, hogy egy jelet sem tudtak bemutatni. És mindezen jelek és csodák ellenére a masztéma fejedelem nem szégyenült meg, mert bátorságot vett, és kiáltott az egyiptomiaknak, hogy üldözzenek titeket az egyiptomiak minden erejével, a szekereikkel és a lovaikkal és egyiptom népeinek minden seregeivel. És én az egyiptomiak és Izrael között álltam, kihoztuk Izrált kezéből, a népének kezéből, és Jahua áthozta Izraelt a tenger közepén, mintha száraz föld lett volna. És mindazon népeket, akiket hozott, hogy üldözzék Izraelt, Jahua a mi hatalmasságunk bevetette a tenger közepébe, a feneketlen mélységbe Izrael gyermekei alá, épp úgy, ahogy Egyiptom népe vetette gyermekeiket a folyóba, bosszút állt egymillión közülük. Ezer erős, és élettel teli férfi el lett pusztítva, néped egy csecsemőjéért cserébe, akit a folyóba vetettek. És a 14. napon. A 15 tizenhatodikán, 16 tizennyolcadikán 17 18-án, Masztéma fejedelem meg volt kötözve és bebörtönözve Izrael gyermekei mögött, hogy ne vádolja őket. És a 19 szabadon engedtük, őt, hogy segíthesse az egyiptomiakat és üldözzék Izrael gyermekeit, és megkeményítette szívüket és makacsát tette őket, és a tervet Jahua a mi hatalmasságunk gondolta ki, hogy megverje az egyiptomiakat és bevesse őket a tengerbe. És a tizennegyediken megkötöztük, hogy ne vádolja Izrael gyermekeit azon a napon, amikor az egyiptomiaktól edényeket és ruhákat, ezüst edényeket, aranyedényeket és bronz edényeket kértek, hogy kifosszák az egyiptomiakat a fogságért cserébe, amibe kényszerítették őket, hogy szolgáljanak. És nem üres kézzel vezettük ki Izrael gyermekeit Egyiptomból. 49. fejezet Emlékezz a parancsolatra, amelyet Jahúa parancsolt neked a húsvéti bárány felől, hogy megünnepeld annak rendelt idejében. Az első hónap 14-én, hogy öld meg azt, mielőtt beesteledik, és hogy egyék azt a 15. nap estéjén, naplementétől kezdve. Mert ezen az éjjelen, az ünnep kezdetén és az öröm kezdetén ettétek a bárányt Egyiptomban, amikor Masztéma minden hatalmassága szabadon lett engedve, hogy levágjanak minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. Fáraó elsőszülöttjétől a a lejtett szolgálóig, a malomban, és a baroméig. És ez volt a jel, amit Jahua adott nekik. Az olyan házba, aminek szemöldök fáján egy elsőéves bárány látják, abban a házban ne menjenek beölni, hanem menjenek el mellette, hogy mindenki megmeneküljön abban a házban, mert a vérnek jele a szemöldök fám volt. És Jahúa erői mindent úgy tettek, ahogy a Jahua megparancsolta nekik, és elhaladtak Izrael minden gyermeke mellett, és a csapás nem jött rájuk, hogy elpusztítson közülük bármely lelket, akár barmot, akár embert, akár kutyát. És a csapás nagyon fájdalmas volt Egyiptomban, és nem volt Egyiptomban olyan ház, amelyben ne lett volna halott, és sírás és gyászos kiáltozás és egész Izrael ette a pászkabárány húsát, itta a bort, és vígan dicsőítették, áldották, és hálát adtak Jahuának, atyáik hatalmasságának, és készen álltak kimenni Egyiptom igájából, és a gonosz fogságából. És emlékezz erre a napra életed minden napjában, és tartsd meg évről évre életed minden napján, egyszer egy évben, annak napján, az egész törvénynek megfelelően, és ne halazd el napról napra, vagy hónapról hónapra. Mert ez örök rendelet és feliratott a mennyei táblákra, Izrael minden gyermekére vonatkozólag, hogy megtartsák azt minden évben, annak napján, egyszer egy évben, minden nemzedékeiken keresztül, és nem múlik el érvényessége, mert örökre lett ez rendelve. És az olyan ember, aki mentes a tisztátalanságtól, és mégsem jön, hogy megtartsa ezt annak napján, úgy, hogy hozna egy elfogadható áldozatot Jahua előtt, és hogy enne és inna Jahua előtt annak ünnepének napján, az az ember, aki tiszta és közelvaló, legyen eltaszítva, mert nem kínálta fel Jahua áldozatát annak kijelölt időszakában. Viselje az ilyen bűnösségét magán. Jöjjenek el Izrael fiai, és tartsák meg a páskát kijelölt idejének napján, az első hónap 14-én, az esték között, a napnak harmad részétől az éjszaka harmad részéig. Mert a napnak két része van adva a világosságnak, és egy harmadik része az estének. Ez az, amit Jahúa parancsolt nektek, hogy tartsátok meg az esték között. És nem szabad a világosság bármelyik szakaszában levágni azt, hanem csak az estét határoló időszakban. És az este ideje alatt egyék meg azt, az éjszaka harmadik részéig és bármi megmarad, minden húsából az éjszaka harmadik felétől és azután, égessék meg azt tűzzel. És ne főzzék meg vízzel, nyersen se egyék meg, hanem tűzön süssék, sietséggel egyék meg, a fejét a belsőségekkel és a lábával együtt süssék meg tűzzel, és ne törjék el csontját se, mert Izrael gyermekei közül semmi csont nem lesz eltörve. Mert ennek okáért megparancsolta a Izrael fiainak, hogy megtartsák a páskát annak kijelölt idejében, és ne törjenek meg egy csontot sem akkor, mert ünnepnek napja ez, és rendelt nap, és ne legyen eltologatva egyik napról a másikra, sem egyik hónapról a másikra, hanem tartsák meg az ünnepnek napján. És parancsold meg Izrael gyermekeinek, hogy tartsák meg a páskát minden napjaikban, minden évben, évente egyszer a kijelölt idején, és ez emlékeztetőül lesz kedvesen Jahúa előtt, és semmi csapás nem fog rájuk jönni, hogy levágja vagy lesújtsa őket abban az évben, amikor megünnepelték a páskát, annak rendelt időszakában, minden tekintetben, parancsolatának megfelelően. És ne egyék azt Jahuának szentéjén kívül, hanem Jahúa szentéje előtt, és Izrael gyülekezetének minden népe ünnepelje azt a kijelölt időszakban. És minden ember, amikor ez a nap eljön, egye a te hatalmasságot szentélyében Jahua előtt húsz évestől és felfelé, mert le van írva és elrendelve, hogy egyék azt Jahuának szentélyében. És mikor Izrael gyermekei bemennek a földre, amit birtokolni fognak, Kánoán földjére, és felállítják Jahuának sátorát a földnek közepette az egyik törzsükben, amíg Jahuának szentélye megépül a földön. Jöjjenek és ünnepeljék a páskát Jahua sátorának közepén, és vágják le azt a bárányt Jahua előtt évről évre. És azokban a napokban, amikor a ház megépült Jahua nevében örökségük földjén, menjenek oda és vágják le a bárányt este, napnyugtakor, a napnak harmadik szakaszában. És ajánlják fel a vérét az oltár küszöbén, és helyezzék a zsírját az oltáron levő tűzbe, és egyik meg annak tűzzel sült húsát a háznak udvarában, amely meg lett szentelve Jahua nevében. És ne ünnepeljék a páskát a városaikban, sem bármi helyen kivéve Jahuának sátora előtt, vagy háza előtt, ahol neve lakozást vett, és ne tévejedjenek el Jahuától. És te, Mózes, parancsold meg Izrael fiainak, hogy tartsák meg a páska rendeleteit, ahogy meg lett neked parancsolva. Jelents ki nekik minden évben és a napjainak napjában. És a kovásztalan kenyerek ünnepét, hogy hét napig egyenek kovásztalan kenyeret, és hogy tartsák meg annak ünnepét, és hogy hozzanak áldozatot minden nap, az örömnek hét napja közben Jahua előtt, a te hatalmasságod oltárára mert sietséggel ünnepeltétek ezt az ünnepet, amikor kimentetek Egyiptomból, amíg bementetek súr pusztájába, és a tengernek partján végeztétek azt be. 50. fejezet És ezután a törvény után megismertettem veled a sábbatok napjait a sínai pusztában, ami Elim és sínai között van. És beszéltem neked a föld szabadtjairól a sínai hegyen, és elmondtam neked a jubileumi éveket az évek sabatjaiban. De az évet nem mondom meg neked, amíg be nem lépsz a földre, amit birtokolni fogsz. És a föld szintén tartsa meg a sabatjait, amíg rajta lakoznak, és ismerjék meg a jubileumi évet. Ezért rendeltem el neked az évheteket és az éveket és a jubileumokat. 49 jubileum van Ádám napjaitól eddig a napig és egy év hét és két év és még negyven év jön Jahua parancsolatainak megtanulására, míg végül bemennek majd Kánoán földjére, átkelve a Jordánon nyugat felé. És a jubileumok tovább múlnak, amíg csak Izrael meg nem lesz tisztítva minden paráznaság bűnétől, tisztátalanságtól, szenytől, bűntől és hibától, és bizalommal lakozik majd az egész földön, és nem lesz többé hasatán vagy bármilyen gonosz, és tiszta lesz a föld attól az időtől fogva örökké. És íme a parancsolat a sabbatokra vonatkozólag. Leírtam azokat neked és törvényeinek minden ítéletét. Hat napig dolgozzatok, de a hetedik nap Jahua a te hatalmasságot sabatja. Semmiféle munkát ne végezzetek azon, te és fiaid, és szolgálóid és szolgáló leányaid, minden barmod és a nálad levő jövevényse. És az az ember, aki bármi munkát végez azon, halljon meg, bárki megszentségteleníti azt a napot, bárki fekszik feleségével, vagy bárki mondja, hogy csinálni fog valamit azon a napon, hogy útnak indul bármilyen vásárlás vagy eladás miatt, és bárki vizet merít azon, amit nem készített elő magának a hatodik napon, és bárki terhet vesz fel, hogy kivigye a sátrából vagy a házából, halljon meg. Ne végezzetek semmiféle munkát a sabat napján, kivéve amit előkészítettetek magatoknak a hatodik napon, hogy egyetek, igyatok, pihenjetek, és tartsatok sabatot minden munkától azon a napon. És áldjátok Jahuát a ti hatalmasságotokat, aki egy ünnepnapot, egy szent napot adott nektek és a szent királyságnak egy napja az egész Izrael számára napjaik között örökké. Mert nagy a méltóság, amit Jahua Izraelnek adott, hogy egyenek és ígyanak és legyenek megelégedve ezen az ünnepnapon, és pihenjenek azon minden munkájuktól, ami az emberek gyermekeinek munkájához tartozik, kivéve a tömjén égetést, áldozatok és áldozások hozatalát, Yahua előtt a napokért és sabbatokért. Egyedül ez a munka legyen elvégezve a sabbat napokon, Jahua, ti hatalmasságotok szentélyében, hogy áldozattal vezekeljenek Izraelért folyamatosan, napról napra, emlékeztető kedvesen Yahua előtt, és hogy ő megkapja azokat mindig napról napra a szerint, ahogy meg lett parancsolva nektek. És minden ember, aki munkát végez azon, vagy utazásra indul, vagy megműveli a birtokát, akár a házában, vagy bármi helyen, és bárki tüzet gyújt, vagy bármilyen állaton lovagol, vagy hajózik a tengeren, és bárki lecsap, vagy megöl bármit, vagy levág egy vadat, vagy egy madarat, vagy bárki elfog egy állatot, vagy egy madarat, vagy egy halat, vagy bárki bőjtöl, vagy háborúzik a sábatokon. Az az ember, aki ezek közül bármit végez, a sabaton halljon meg, úgy, hogy Izrael gyermekei tartsák meg a sabatokat a parancsolatok szerint a Földnek sabatjaira vonatkozólag, ahogyan le van írva a táblákra, amiket ő adott a kezeimhez, hogy írjam fel neked az időszakok törvényeit, és az évadokat a napjaik felosztásának megfelelően. Ezzel a napok felosztásának beszámolója készen van. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat ö, helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!